Homlok rakodó. Ha azt mondom, hogy Liu Gong, akkor önök leginkább a 90-es évek közepéi Jean-Claude Van Damme filmnek kínai főgonoszára asszociálhatnak. Nem is állnak messze a valóságtól, hiszen Liu Gong kínai, erős és 24,5 tonnájával meglehetősen nagy. Ha önök úgy gondolják, hogy Kínában nagynak lenni könnyű, hisz aki Kínában komoly játékos, az valószínűleg világviszonylatban is az. Igazuk is van egy picit, bár azért tudjuk, hogy Kínában minden óriási. Ott van a világ legnagyobb duzzasztógátja, legnagyobb vízi erőművek. Homlokrakodó szinten is tudnunk kell, hogy nem a Caterpillar, nem a JCB, nem is a Komatsu a legnagyobb gyártó, hanem éppen a Liu Gong. Tavaly 2,32 milliárd dolláros forgalmat bonyolították le, illetve 56 ezer gépet adtak el világszerte, ami pont 11 ezerrel több, mint a Magyarországon üzembe helyezett gépjárművek száma. Finnyás európai vásárlók is kapnak ceteferő átvitelt, Cummins dízelmotort, olcsón. Ez is egy ilyen 10.800 köbcentis soros hathengeres Cummins Common Rail turbodízel, köztes levegő hűtővel, egy ilyen leveses tál méretű turbóval, valamint egy ilyen, hát, kb. 2 literes kólásflakon méretű olajszűrővel, a motorban amúgy 36 liter olaj van, 290 lóerős és 1500 Nm-es nyomatékot tud leadni. Központi zsírzórendszerrel rendelkezik, azaz a gépkezelőnek nem kell minden nap vagy minden hónapban végigfutni azt a közel 40 vagy 50 zsírzópontot egy iszonyatosan nagy pumpával, hanem ez a gép elvégzi maga. Ne keressünk túlzott, tám bonyolult érintőképernyő számítógépeket, meg mindenféle komputerizált dolgot. Ez egy egyszerűen felépített és valószínűleg ugyanán egyszerűen kezelhető gép. Kicsi sportos kormánykerék, bár a kormányszög egy kicsit azért furcsa. 3000 iskálázott fordulatszámmérőt, nyilván ezt nagyon ritkán kell használni. És ugye ez egy teljesen automata váltós gép, és hát ugye ezzel a kárral történik minden mozgatás, illetve jój, csodák történnek, azért kicsit megmozdult a láttunk, és mindenki iszonyatosan beszart. Látnák az operatőrök, azt mondja, így állok ott fel. Szóval vegyük sorba. Nagyon egyszerű, fék, gáz, Williams Controls, a Forma 1-es összefonódás, ugye tudjuk, hogy ez nem az, de akkor is jó. Általában üzemórás fogyasztás van. Üzemóránként 24 liter a maximális fogyasztása a gépnek, de akkor már nagyon meg kell hajtani, amit nyilván mi nem fogunk. Ez itt egy rögzítő fékgomb, ezt így, hogyha most nagyon nagy szél fújna, akkor el tudná fújni a 25 tonnás gépet, de nem fogja. Ezek a gépek bármennyire is tűnnek borzalmasnak, igazából iszonyatosan környezettudatosak és nagyon környezetbarátok, mint a tény, hogy itt, nézzék meg, a fülke tövében új élet sárját, de ma hónapok óta szemlátomást, itt egy kis cserje növekszik. Remélem, hogy meg is tartják teljesen, amíg egy ilyen szép nagy bokor nem lesz belőle, inkább csipke bokor. Alapvetően tök kényelmes ez az ülés. A gépkezelői fantázia ugye ezzel a lefölmozgással túlburjánozhat bátran, mint a nagy magányba, egy klimatizált fünkébe. Azért nem egy olyan rossz helyez, ha nagyon akarjuk, akkor az USB-s fejegységen aztán azt hallgatunk, ami a kettőnk szottyán akar Komár Laci is isteni osztálya. Sötét szárnyakkal száll az ég, a hídon sárga fény, de
is és volt sugár, ott lent egy férfi vár. Ó, csak a hajnal jönne már. Szóval ezek a gépek jellemzően akkorák, illetve olyan nehézkes őket mozgatni a munkaterületen kívül, hogyha szervizbe kerülnek, akkor már nagyon nagy a baj. Épp ezért lehetőleg a helyszínre vonul ki a szervizcsapat, nem síppal dobban ládihegedivel, hanem 30 kilós kalapáccsal. Ezzel a nyomatékkulccsal, ami jelenleg 800 Nm-re van beállítva, de tud 2000-et is, 800-al vannak lehúzva a kerékcsavarok, és ekkora. Ez nem az ön szokványos nyomatékkulcsa. Nincs olyan, hogy valamitől nincs nagyobb. Mindenki a saját adaptereit, eszközeit szereti használni. Nincs ez másképp a liugongnál se. Ez például egy 4 köbméteres markoló kanál, és itt érünk el a kedvenc Terminus Technicusomhoz, a felszakító erő. Bár egy ilyen amerikai army shopban is találkoztatunk vele, a boxereket talán ezzel jellemzik legjobban. Akkorat szakít rajta, érted a szemettől a zacsárkáig. A felszakító erő jelen esetben azt az erőt jelenti, amivel ez a kanál a depóból ki tudja szakítani az anyagot. Ennek a gépnek 218 kN a felszakító ereje, és ha önök szeretnék tudni, hogy körülbelül mi ez a 218 kN, akkor tudják, hogy a Gripen vadászgép hajtóműve maximális forszázson tud 80,6-et. Na ez 2,5-szer akkora erő, mint a vadászgép hajtóművé. Imre 27 éve dozerezik, de legfőképpen homlok rakod. Ő az az ember, akinek az életében volt két olyan év, amikor ezzel is álmodott. Mert hogy? Nem volt munkahelyem. Nem találtam munkahelyet. Előtte 30 évig egy helyen dolgoztál? Egy helyen. És mi a jó igazán a homlokrakodásban? Az, hogy tulajdonképpen itt egész kényelmesen el vagy egész nap, vagy a gép dolgozik helyetted? Hát, vagy... Nem. Valahogy ez egy szenvedély. És mondtad, hogy szereted ezeket a kínai gépeket, mert nincsenek túl bonyolítva? Igen, egyszerűek és nagyszerűek. Elfogítjuk a gyújtáskapcsolót. Ezt, így, igen, ugye? Igen, és most... kettő. N és a hátsó, N. A N és a hátsó. Igen, és a N2, indíts. Indíts. Majdnem 11 ezer köbcentinyán finoman duruzsol. Igen. És elindulni meg úgy indulunk el, hogy ez és előre nyíl, ugye? Igen. Oh. Nagyon óvatosan kell kezelni, mert iszonyú finoman mozdul a gép. Kormánnyal kell óvatosan bánni, nem is nagyon kell rángatni, mert ez finoman csak így. Mert akkor rángatja a gépet. Rángatja a gépet. Nem tudom, figyelted, de feljebb emeltem a kanalat, érted bele, de nyomjad a minusz gombot, egyes. Na, most van egyes. És akkor egyesbe indulsz. Tudod neki, addig még nem fogja a gépet. Ne csinálj semmit, nyomjad neki. Nyomjad neki. Most nem elnök. Mindennek van, hogy csuk be. Hogy csuk be, az kész. Valami kész. Hátra jövő indul. Ocsi! Neked is nekünk, ez már jobb. Hoppá! Nagyon jó! Kérem szépen! A leggyorsabb homokszórás a világon. Karosszéria munkákhoz vegyen ön is pillencset. De nagyon fontos egy ilyen munkaterületen a munkavédelemre kiemelten figyel. Figyelni kell. The fundamental things of life as time goes by. Azért férfi szerelemnek egy sajátos fajtája kibontakozott, Imre Pista és a Gongling. Liugong között. Igen, én azt figyeltem meg, hogy Imrének olyan erős színpadi jelenléte volt, ami ennek talán a színművészek közül... Hát én a másik irányba keresgéltem volna, szerintem egy ilyen Mr. Beanie presence, amikor tudod, Mr. Bean tudod, hogy megjelenik,